A KVS számára az eddigi legnagyobb lehetőség nyílt pontszerzésre a bajnokság folyamán, hiszen az eddig hozzá hasonlóan 4 vereséget szenvedő Pécset látta vendégül. A kínálkozó esély azonban mintha megbénította volna a komáromi játékosokat, akik rosszul kezdték a mérkőzést, a vendégek a 8. percben már 5-1-re vezettek. A pécsiek remekül védekeztek, ha pedig a hatos falukon is túljutott a labda, a jól védő vendégkapus jelentette a végállomást a játékszer számára. Ahogy az várható volt, Nagy Péter vezetőedző hamar ki is kérte az első idejét, ami jót tett a Komárom játékának, hiszen 4-6-nál sikerült 2 gólra felzárkózni. Tovább azonban nem. A vendégek átlövéseivel ugyanis nem tudott mit kezdeni a hazai védelem, a támadásokban pedig sok hiba csúszott. A pécsiek folyamatosan tartották 2 és 4 gól közötti előnyüket, a félidő legvégén azonban sikerült felzárkózni 14-13-ra. A második játékrész hazai kapus bravúrral kezdődött, majd Halász Máté 7 méteresből szerzett góljával először a mérkőzés során sikerült egyenlíteni. 16-16-nál fordulóponthoz érkezett az összecsapás, a KVS-e emberelőnyben támadhatott a vezetés megszerzéséért, ehelyett azonban 2 gólt is kapott emberelőnyös szituációban. A Komárom ott láthatóan megtörte az elszalasztott lehetőség, a vendégcsapat elhúzott 20-16-ra, majd 27-22-re. A hazai csapat támadójátéka akadozott, továbbra is komoly nehézségeket okozott a vendégek hatos falának áttörése, a védelem pedig egyre bizonytalanabbá vált a mérkőzés végéhez közeledve. Az utolsó percekben Nagy Péter a kapust is lehozva, 7 mezőnyjátékossal támadva próbálkozott faragni a hátrányon, de ez a taktika sem vált be, a vendégcsapat pedig végül 35-25-re megnyerte az összecsapást. Sajnos nagyon indiszponáltan játszottunk, ezért ma nem volt meg bennünk a győzelem lehetősége. Teljesen megérdemelten nyerte meg a Pécs a mérkőzést, nyilatkozta a találkozót követően Nagy Péter vezetőedző. A Komárom, amely immár a mezőny egyedüli 0 pontos csapataként áll a 10. utolsó helyen, legközelebb pénteken 19 órától lép pályára a bajnoki mérkőzésen, amikor az 5. helyen álló Szász Halombatta vendége lesz.